Magányos szamuráj, így nevezi magát következő filmünk főszereplője. Joe Mester évtizedek óta jógázik, testét tükkel, horgokkal szúrja át, gyakorolja a keleti harcművészetet és világszerte ismert testépítő. Most éppen azon dolgozik, hogy különleges képességeivel bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. Mielőtt azonban bemutatnánk önöknek Olá Józsefet, felhívjuk figyelmüket, hogy a mutatványokat senki se próbálja megutánozni, illetve a gyengébb idegzetűek ne nézzék végig a felvételeket. Bárki képes lehet, nem csak ezekre, bármire az életben, hogyha hisz önmagában. Ne álmodj, ha nem éld az álmaidat. Mi kell a boldogsághoz? Megbecsülés, szeretet, fogadjanak el ilyennek, amilyen vagyok. Ő Olá József, vagy ahogyan környezete, illetve tisztelői ismerik, Joe Mester. A jógáról 15 évesen hallott először, és azóta nap mint nap gyakorolja, hogy így védje teste és lelke egészségét. Nagyon sok olyan könyv került a kezembe, ami a taoizmussal, a buddhizmussal, a keleti kultúrákban rejlő vallási filozófiával foglalkozott, és itt a hit, a lélek kapcsolata, a harmónia, a belső lelki egyensúly megteremtése a lényeg. És ahogy egy kínai császárnak volt annó egyszer egy orvosa, akit azért tartott csak maga mellett, hogy ne betegedjen meg. Milyen megbetegedett, kivégezték. Ma Magyarországon, illetve Európában, vagy az ilyen kultúrákban állandóan orvosokhoz járunk, gyógyszereket szedünk, a lelkünkkel nem foglalkozunk. És a legtöbb betegség lelki eredetű, mindezt meg lehetne előzni úgy, hogyha figyelnénk önmagunkra, és a körülöttünk lévőkre, és hinnénk abban, hogy amit megálmodunk, legyen az bármi, azt meg tudjuk csinálni, és el tudjuk kérni, és képesek vagyunk rá. A jógázások végén mindig van egy meditáció, amikor lekapcsoljuk a villanyt, és fél homály, gyertyafény, megfogjuk egymás kezét, mint ahogy itt az elején is látszódott, és energiát adunk át egymásnak. Ez körülbelül 2-3 napig az embert pozitívan feltölti, mindenkit. Akiben több van, az átad a másiknak, akiben kevesebb van, az vesz a másiktól, és nem úgy vesz el, hogy kihasználja. Joe Mester életében a kulcs szó a meditáció. Ez segít a koncentrációs készség fokozásában, a külvilág hatásainak teljes kizárásában, a lelki béke megteremtésében, és ez szükséges ahhoz, hogy a fiatalember blokkolja érzéseit, és állja a testébe hatoló tűk és kampók által okozott fájdalmat. Csak azt érzem, ahogy belém hatol a dolog, a tű, a horog, érzem, hallom a bőrnek a szakadását, a pattanását, de semmiféle fájdalmat nem érzek. Egyébként a hétköznapi életben magas a fájdalom küszöböd, vagy pedig nagyon érzékeny a tested? Nem tudom mennyivel, de magasabb, mint az átlag emberé, ugyanis a harcművészetekben, és azért mondom, hogy harcművészetek, mert nem csak egy adott stílus gyakoroltam, hogy mondom, én most már a búdót gyakorlom. A búdó ugye az azt jelenti, hogy a távol-keleti harcművészetek összefoglaló neve. Rónin, azaz gazdátlan szamurájnak nevezem magam. Mondhat bárki bármit, akkor is én csak ilyen vagyok. Mindenkinek kell tanulni a kontrollt, magát, az érzetet, az érzést. Ahogy egyszer egy mester leírta és mondta, hogy nagyon sok olyan ember született már ezen a világon, és jelenleg is él, akiben létezik az úgynevezett erő. Elmegyünk valahova fellépni, bemutatózni, óriási tisztelet és megbecsülés vesz körül. Hogy mert kérdeznek, hogy hol lehet ezt csinálni, hol lehet tanulni. Itt nem érdekel senkit. Itt helyben.
Pedig a mester teljesítményére bárki büszke lehetne, hiszen a neve világszerte jól cseng a testépítők között is. A tavalyi eredményeim hozták meg azt, hogy master, tehát magyar bajnok lettem bodybuildingben, testépítésben, és ebben az évben pedig Magyarországon rendezték még a amatőr Masters testépítő világbajnokságot, és célom volt az, hogy bekerüljek a válogatott keretbe. Világbajnokságon sikerült is a ranglistán a 16. helyre felkerülnöm. Nálam a testépítő edzések úgy zajlanak, nem úgy, mint az átlag testépítő, hogy lemegy a terembe, megfogja a vasat, és emelgeti, és pumpál, és edz, és ordít, és szenved, hanem meditáció. Bemegyek a terembe, meditáció, füstölő, zene, majd 10-15 perc múlva, amikor is már a lelkem egy olyan állapotba kerül, akkor elkezdem az edzést. Lélek erősíti a testet mindig. A fizikum erősödik a lélek által. Tehát ha lelkem gyenge és passzív, akkor tehetek én bármit. Egyszerűen ki vagyok szolgáltatva. Nem tudok mit csinálni, hiába vagyok én gladiátor. Hogyha a lelkem gyenge, akkor egy usz is legyőzhet. Joe mester most kemény fába vágta kardját. Különleges képességeivel a Guinness rekorderek közé akar kerülni. A célom az, hogy saját magamat felakasztani horgokra, és úgy lúgni, minél hosszabb ideig. Illetve a másik az, hogy ne egy tárgyat, hanem egy élő szemét felemelni. A magányos szamuráj úgy véli, földi küldetése, hogy minél több embert ismertessen meg a testi és lelki egészség megőrzésének titkával. Tanítványait ingyen oktatja. Én a jogával komolyodtam elég sokat, és szerintem ez nagyon jó, felkészít a jövőre. Ezt hogy érted, hogy felkészít a jövőre? Hát sokkal több mindent felbírok pozitívan fogni. A szüleim igen nagyon támogatnak, és örülnek neki, hogy inkább ezt csinálom, és nem például az utcán lófárok. Amikor mondjuk a Joe mesterre tesz egy zöldséget, és megpróbál egy nagy karddal ketté vágni, akkor nem félsz? Mit érzel olyankor? Nincs mitől félni, mert megbízunk egymásban. Fontos a bizalom? Az a legfontosabb. Átadni ezeknek a fiataloknak egy olyan pozitív gondolkodásmódot, amivel ha majd úgymond felnőnek, mert azért még vár rájuk egy pár kemény dolog, kemény buktató az életben, könnyebben tudják venni az akadályokat, és a saját álmaikat is képesek legyenek megvalósítani. Én eszköz vagyok. Egy bölcs írta le valahol egyszer, hogy ülök egy folyó partján, a bölcsesség folyójának a partján, mondjuk így, és aki nem tud meríteni a folyó vizéből, annak én segítek.